Érsekújváron tartották a Közösen a természetért című, a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében meghirdetett közös beruházás projekt záróját. 2012. október 1-én egy nagyon szoros együttműködés kezdődött meg két város, Moson-Magyaróvár és Érsekújvár között, hangsúlyozta a vendéglátó polgármester Pisinger Géza. Munkaerőpiacot kedvezően érintik, a környezetvédelmet kell kedvezően érintik, és még a szociális szférába is belenyúlnak, ugyanis a projekt lényege az az, hogy a településeinken keletkező fahulladékot feldolgozzák, felgolgozzuk, és ennek a végterméke egy pelletáló, illetve briketező berendezés, ami tulajdonképpen tüzelőanyagot nyújt, vagy az önkormányzati épületek számára, vagy pedig azoknak a lakosoknak a számára, akik erre rászorulnak. A brikettálónak van vállalkozói és szociális oldala. Ennek a projektnek kézzelfogható eredményei vannak. Egy-egy kis üzem lett a vége, mondta köszöntőjében Iváncsics János. A Moson-Magyaróvári alpolgármester szerint jótékony hatását hosszú ideig tudják használni. Ez egy kis üzem, amit most létrehoztunk a projekt kapcsán, de próbálnak mindenképpen, hogy egyáltalán működik-e, milyen biomassa mennyiség van a városban, amit a Városüzemeltető Kft. Össze tud gyűjteni és fel tud dolgozni. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy az itt előállított brikettet, pelletet a szociális célokra fel tudjuk használni, tehát azoknak a lakosoknak, akiknek korábban fát vitt az önkormányzat, most biobrikettet tudunk vinni, aminek a hőértéke is magasabb, egységes a minősége, és gyakorlatilag ezzel egy stabil megoldást tudtunk ezen a területen találni. A harmadik pedig a munkahelyteremtés. A markáns ipari fejlődés következtében a fosszilis energia megfogyatkozott. Őseink gyakorlatához kell visszatérnünk, és fel kell használnunk a környezetünkben lévő biomasszát, fogalmazott Ján Gadus egyetemi tanár előadásában. A projekt keretében mindkét városban meg kellett teremteni az infrastruktúrális feltételeit a brikett gyártásának, ki kellett alakítani a helyszínt, és megfelelő gépeket kellett beszerezni. Közterületeken található, döntően faalapú hulladékot valamilyen módon aprítani kell, zúzni kell, tömöríteni kell, illetve különböző technológiával a két városban. Mondjuk Moson-Magyaróvárban valóban egy brikettet állítanak belőle össze. Ezt előtte tehát préselik, aprítják, szárítják, utána gyakorlatilag formába préselik. Moson-Magyaróvár 455 ezer, míg Érsekújvár 437 ezer euróból valósította meg a beruházást. Az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül 85%-ban támogatta a projektet, a kormányzati társfinanszírozás 10% volt, míg a városok 5%-os önerővel járultak hozzá az együttműködés gazdasági sikeréhez.